Június elején tartottak ellenőrzést a ceglédi állattartó telepen a Nébih szakemberei. Az ellenőrök a telepen, ahol hivatalosan csak a sertéstartást jelentették be, 166 sertés mellett 34 juhot is találtak. A lakott területen kívül található gazdaság nem volt megfelelően bekerítve, például kapuval sem rendelkezett, így nem akadályozta meg az idegen állatok bejutását. A telepen egyáltalán nem állt rendelkezésre szociális helyiség. Nem biztosították megfelelően a higiénikus kézmosás lehetőségét, sőt telep az elpusztult állatoknak előírt hullatárolóval sem rendelkezett. A fizikai hiányosságokon túl az állattartó a jogszabályi kötelezettségeit is több ponton megsértette. Az érintetnek nem volt szerződése szolgáltató állatorvossal, az állatok gyógykezelésére vonatkozó dokumentumokat nem vezették. A sertés és jó állományban jelöletlen állatok is voltak. A tulajdonos a kötelező nyilvántartásokat sem vezette az állományokról, egyes állatok vásárlása kapcsán még dokumentumokat sem tudott felmutatni. A nem megfelelő állatjelölések, a bizonytalan eredet és az előírt diagnosztikai vizsgálatok igazoltságának hiánya miatt az állatok egészségügyi állapota ismeretlen. Emiatt továbbá az állattartó telep működéséhez szükséges, alapvető tárgyi feltételek hiánya miatt az ellenőrök, a sertések és juhok összes egyedére azonnali hatállyal forgalmi korlátozást rendelt el. A forgalmi korlátozás alá helyezett állattartó telepről állatokat vagy azokból előállított termékeket kivinni, illetve oda bevinni nem szabad. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.